A Motorola, amikor megszűnt, mint cég, és szétdarabolták, akkor az az üzletága, ami a mikrohullámú rádiókkal foglalkozott, az Cambium Networks néven ment tovább. Én meglátogattam őket a chicagói földiszállásukon. Ott mutatták be nekem a 450 MS rendszert, ami bár még csak papíron létezett, de már akkor annyira innovatívnak tűnt, és annyira előremutató volt, bármihez képest, amit bárki egyáltalán tervezett az iparban, hogy engem meggyőzött arról, hogy ebbe a cégbe rettentő nagy jövő van. Azért nem vezettem be más gyártónak a termékeit például, mert annyival ígéretesebb volt az ő jövőképük, mint bármelyik másiké, hogy gyakorlatilag kivártuk azt az időt, amire elkészült. Debrecenben például csak ilyen rendszereket telepítettünk, 450M és 450i bázis állomásokat. Ez gyakorlatilag nem csak a legjobb, hanem sajnos a legdrágább rádió is a világon, amit erre a célra lehet használni. Ennek megfelelően a legmagasabb színvonalú szolgáltatásokat tudjuk rajta kiadni, például ennek a legmagasabb a zavartűrése, ennek a legmagasabb a rendelkezésre állása. Nagyon nagy számot telepítettük az elmúlt két évben, a megkívásodások gyakorlatilag azt mondom, hogy nulla. Egyszerűen, hogyha egy tisztességesen megszerelt rádiót föltelepítenek a kollégák, igazából file and forget, felszereljük és elfelejthetjük, örökre működik. Bázis állomáson lévő antennáink szinkronizáltak nem csak az egy állomáson lévő antennák, hanem az egész városban lévő antennák szinkronizáltak. Vagy minden antenna ad a bázis állomásokon, vagy minden antenna vesz. Ezért nem fordult elő olyan szituáció, amikor egy bázis állomáson lévő antenna éppen vételi módban van, és a másik bázis állomásnak az antennája éppen ad, tehát zavarja az ő működését. Ezt viszonylag egyszerű elmondani, kivitelezni annyira nem egyszerű, tehát ez komoly tervezés és technológia szükséges. Egyszerű rádióknak lehetősége sincs erre, hogy ezt megoldják. Ez nálunk alap, tehát a debreceni rádiós hálózat 100% szinkronizáltan működik. Ezekben a rádiókban van egy úgynevezett digitális lux-szűrő, ami körülbelül annyit jelent, hogy a rádió csak arra a szűk sávra érzékeny, ami éppen kommunikál az ügyféllel, a mellette lévő sávokat egyszerűen elnyomja. Ez is egy nagyon fontos tényező, mivel ezek a rádiók viszonylag széles spektrumot fognak át az éterben, ezért ha bármilyen más csatornán is érkezik egy viszonylag nagy energiájú zavar, rendkívül rosszul befolyásolja a működést, ezt az ügyfél úgy érzi, hogy végtelenség lassul a netje, akár meg is szakad. Ezen kívül, ami a leginnovatívabb ebben a rádióban, a 450M-ről beszélek most, ez egy komplett antenna mátrix. Viszonylag kis teljesítmény, de nagyon sok antenna van benne, és egy nagyságrenden nagyobb kapacitást tud kiszolgálni, ugyanolyan széles csatornán, mint a többi rádió, ami kapható, és nagyon-nagyon jó a zajérzékenysége. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ez egy olyan multipont rendszer, ami úgy viselkedik, mint hogyha pont-pont kommunikációt végezne. Csak éppen amikor az egyik ügyfél kommunikál, akkor arra fordul, amikor a másik ügyfél kommunikál, akkor a másik ügyfél felé fordul, digitálisan, elektronikusan. Tehát nem tekergeti nyilván senki az antennát, de ez a hatás, így néz ki a hatása. Ráadásul a Cambium ezt ingyen úgy kezdte, hogy 7x7-es multi-user MIMO rendszert épített, magyarul 7 párhuzamos adatcsatornát tud üzemeltetni optimális esetben, egy szektoron, egy időben, egy frekvencián. Az élet az soha nem csak késztermékekre alapozott, mindig volt valami saját innováció. Tipikusan ilyen az energiaellátó rendszere a rádióknak. Mi egy saját power rendszert építettünk, ami rendkívül robosztus, nagyon-nagyon időtálló és rendkívül jól terhelhető, tehát több amperes portonkénti terhelhetőség van. Ez sokkal stabilabb és megbízhatóbb működést eredményez, mint a gyáriak. Ez az egyik, a másik például a Cambiumhoz külön fejlesztettünk egy szinkronizációs hubot, ami egy darab GPS szervernek a jelét 8 felé tudja osztani. És nem csak a szinkronizációs jelet osztja egyébként, hanem soros kommunikációval például a GPS koordinátákat is megosztja. Ezért az összes rádió tudja, hogy hol van például, nem csak szinkronizálva vannak, hanem gyakorlatilag minden adatot megkapnak a GPS-evőtől, mint hogyha 8 darab külön-külön antennát telepítettünk volna fel. Hello, my name is Maximilian Moccia. I work for Cambium Networks as a regional technical manager. It was a great experience for me visiting ZNET headquarters facilities because that gave to me the opportunity to see the network, to see how well done is the backhauling, how well planned is the distribution for giving the best performance to their customers. Technical team is professional at high level. R&D level is also uncommon in ZNET. They show me a solution for GPS empowering the base station on the tower
totally made by their R&D department. They was able to implement something that fit better for their needs. So if I look at the network, I believe that the ZNet network can stay very, very well into my first top 10 internet service provider ever seen in my career.